Gondolkodtam, amikor így a dicsőítő csoporttal próbáltunk, és gondolkodtam azon, hogy mi nem egy zenei szolgáltatást szeretnénk nektek nyújtani elsősorban, hanem az élő Istent szeretnénk dicsőíteni, és hívunk titeket, hogy gyertek és dicsérjük együtt az Urat. Amen. Az első nekünk a kegyelmed elég, elég nékünk, ugye? Pál apostolnak azt mondta az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem. És szerintem nekünk is elég az Úr kegyelme. Kegyelmed elég, több mint elég. Ígédben bízom én, így várok rád, hogy közel megint. Szellemem újítson meg, leborulok előtte. Szabad hatalmat.
Életem, meghajlok
Áld az Urat,
Szép reggelen, Uram, akarunk Téged dicsérni és magasztalni, Uram. Téged áldani mindazért, Uram, azért a jóságért, amit láthatunk, Uram, ebben a világban, és láthatunk, Uram, meg akarjuk látni, Uram, a szépet, Uram, a mi életünkben és ebben a világban is, Uram. És akarunk érte Téged áldani, Uram, naponként. Keresni Téged, Uram, mindenható dicső király. Amen. Köszöntelek benneteket ezen a jó meleg vasárnap reggelem, amikor már áldhattuk a mi Urunkat és Istenünket. Keressük meg Sámuel első könyvének 16. részét. Sámuel első könyve 16. rész 5. versének második felétől olvasom az igéket. Szenteljétek meg azért magatokat, és jertek el velem az áldozatra, Isait és az ő fiait pedig megszentelé, és elhívá őket az áldozatra. Mikor pedig bemennének, meglátá Eliábot, és gondolá, bizony az Úr előtt van az ő felkentje. Az Úr azonban mond a Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az emberek, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Amen. Foglaljatok egy kis időre helyet. Egy történetnek rövid mozzanatát olvastam. Már rögtön az első mondatok aktuálisak lehetnek mindannyiunk számára, amikor egy felhívást intéz Sámuel egy maroknyi népnek, akik meg vannak ijedve és kétségbe vannak esve, hogy vajon miért jött ide ez a próféta mi közénk. Ez most jót jelent vajon, vagy rosszat jelent? Mert abban az időben, ha valahol megjelent a próféta, akkor vagy egy örömüzenetet vitt, vagy pedig ítéletet. Tudjuk a történetekből, nem akarom részletezni. Istennek az üzenetei valamikor felemelőek, van, amikor pedig lehangolóak. De ebben a történetben egy felemelő dolgot olvasunk, amikor először azt mondja Sámuel Isainak és annak a betlehemi elöljáróknak, hogy szenteljétek meg magatokat, mert Isten elé fogunk járulni. Nem tudom, ma reggel hogy jöttetek ide, boldog, örömteli szívvel, kidobva a mi szívünkből mindent, és hogyan jöttünk, hogyan járulunk Isten elé. Az elé a hatalmas Isten elé, akit 10 000 éven át tudunk majd dicsőíteni, magasztalni, aki az ő egyszülött fiát adta azért, hogy nékünk örök életünk legyen, aki gondoskodik rólunk napról napra. Egy király felkenésről van itt szó, ezért küldte Isten Sámuelt Isai háza népéhez. Sámuel meglátta az elsőszülött fiút, szép szállegény volt, nem írja Isten igéje a termetét, magasságát, hogy nézett ki, pontos adatokat nem tudunk róla. De Sámuelnek megtetszett ez a fiatal ember, és úgy gondolta, bizony ez az Isten választottja. És akkor jött Isten szava, és Isten üzenete. Sámuel, te nem jól ítélsz. Megláttál egy szép embert, úgy gondolod, hogy ez az a kiválasztott, szép szállegény, de ne azt nézd. Te ugyanazt látod, és az emberek mindig azt nézik, ami a szemük előtt van, és sokszor talán becsapódunk a mi szemünknek látásával. Beszél is Isten igéje a szemnek csalárdságáról, amely becsap bennünket. Sámuel, te azt látod, ami a szemed előtt van, azt nézed, de én mélyebbre látok. Én azt nézem, ami a szívben van. És most a reggelben is azt nézi Isten, ami szívünkben van. Szerintetek ez jó dolog vagy rossz?
Sokan félnek, amikor különböző közterületekre és különböző helyeken kamerákat telepítenek, hogy hú, hát minek az oda? Aki talán gonosz szándékkal megy egy adott helyre, talán a bankrabló biztos nem fog örülni, hogy a bank körbe van kamerázva, ugye? Vagy a nagy áruházakban, aki olyan szándékkal megy, az figyel jobbra-balra, és hova tudna elbújni, hogy ne lássa őt a kamera. Isten is hasonlóképpen van, hogy ő mindenhova lát, és mindenhova belelát, és a szívünkbe is belelát. De ez nem kell, hogy félelemmel töltse el a mi szívünket, mert ő nem azért vizsgálja, hogy mi van bennünk, hogy megítéljen, és elítéljen, és letaposson, vagy talán bilincsbe verjen, hanem azért nézi a mi szívünket, hogy hol tudna segíteni. Mert ő az ő természetéből fakadóan, láthatjuk ezt már, amikor az első ember pár elbukott, mi volt a következő reakció Istennek? Hogyan tudnám ezt a hibát helyrehozni? És Istennek minden esetben ez a reakciója. Ha meglát egy embert vétkezni, hibázni, vagy talán belecsúszni nehéz helyzetben, az az első reakciója, hogyan tudnám ezt az embert onnan az adott helyzetből felemelni. Isten most is úgy van itt közöttünk, hogy belelát a mi szívünkbe. Milyen a mi szívünk? Sokszor olyan, mint van legtöbb vidéki háztartásnál, vagy talán a kertben, egy eldugott kis sarok, ahova úgy bedobáljuk a nem használt dolgokat, hogy amikor majd lesz egy bizonyos mennyiség, akkor elvisszük a hulladékkezelőhöz. Ilyen a mi szívünk. Van egy pici kis sarok, ahova különböző dolgokat úgy halmozunk. Vagy ha nem is kidobandó dolgokat, idézőjelbe téve, mert minden, ami nem az Istentől van, az kidobandó, de egy pici kis aggodalmaskodás, egy pici kis kétségeskedés, vagy a keserűség, vagy a fájdalom. Sok minden olyan dolog van, amit úgy el tudunk raktározni a szívünknek olyan zugába, amit lehet, hogy talán így kívülről nem látszik, lehet, hogy emberek nem látják, lehet, hogy talán jól tudjuk leplezni a mi fájdalmunkat, a mi kétségbeesésünket, aggodalmainkat, nehézségeinket. De mondom nektek, reggelben Isten a mi szívünket vizsgálja. És ismétlem magamat, nem azért, hogy ezekért a rejtett dolgokért elítéljen, hanem azért, hogy segítsen kitakarítani. Akarjátok ezt? Akartok ma reggel egy üres, megkönnyebbült szívet, aminek ne legyen semmi a zegébe, zugába elrejtve, ami távol tartana Istentől, ami miatt ne éreznéd meg az Isten kiáradó kegyelmét és áldását. Mert én is úgy mondom, mint Pál apostol, szeretem ezt a mondatát, amikor mondja, hogy meg vagyok győződve. Tudjátok, miről vagyok meggyőződve ma reggelben? Arról, amit Isten az ő igéjében ígért, hogy ahol az ő nevében jövünk össze, ő ott van. És ahol az ő nevében jövünk össze, ott cselekszik, ott munkálkodik, és nem akarja azt, hogy úgy menj el, ahogy ide jöttél, hanem egy tiszta szívvel, egy hálaadó szívvel, egy örömteli szívvel, Isten lelkével, szellemével teljesen betöltekezve. Ez az ő akarata. Akarod ezt? Nyisd meg a te szívedet, és mondjad, itt vagyok, Uram, te előtted, mint egy nyitott könyv. Te tégy az én szívemben rendet, az én elmémben rendet, az én gondolataimban. Mert én tiszta szívvel akarlak téged szolgálni. Sámuel, ahogy mondta, hogy szenteljétek meg magatokat, mert áldozni megyünk az Úr elé. Szenteljük meg így a mi szívünket. Szenteljük fel, és helyezzük a mi szívünk trónjára azt, aki odavaló, az élő Istent. Az, aki benned bízik, soha meg nem szégyenül.
az, aki hozzád hittel lép, minden bajból megmenekül. Jézus, te vagy a jó pásztor, aki életet adtál, halálod árán. Jézus, te vagy a hűséges társ, aki éjjel-nappal mindig vársz rám, hozzád jövök, Uram, hozzád emelem tekintetem, mert nincsen más, kiben bízhatnék, csak te vagy a Messiás. Az, aki benned bízik, soha meg nem szégyenül. Az, aki hozzád hittel él, minden bajból megmenekül. Jézus, te vagy a jó pásztor, aki yeah.
megváltunk, és Ti vagy a mi Urunk, és akarunk Téged naponként dicsérni és magasztalni, és rád bízni a mi életünket teljesen. Te vagy az én megváltunk. Benned bízunk. Amen. Néhány örvendező énekkel is menjünk még tovább a dicséretekben. Vegyük fel a dicséretnek a köntösét, és úgy menjünk az Úr elé. Felveszem a dicséret köntösét, megyek az Úr elé, áldom szent nevét, mert nincsen méltóbb erre senki más, uralkodik örökké. Yeah.
Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és kívánom, hogy akik velünk tartanak itt most ezen a helyen, vendégeink vagytok innen vagy onnan, vagy barátkozók a településünkről, vagy máshonnan, vagy a televízión keresztül vagyunk csak kapcsolatban. Kívánom, hogy Isten elevenítse meg az ő igéjét. És ma nekünk ebben a korban, ebben a mindenféle fajta rossz hírrel teli világban nagy egy lehetőségünk, hogy Istennel mi mégis ezen túlmenően, e fölötti módon, ezt figyelmen kívül hagyó módon is tudunk kapcsolatban élni, és így tudunk rá támaszkodni, kapaszkodni belé, akár ha ilyen gyászban vagyunk, mint ahogy Erzsikéről beszéltünk, akár más típusú gondjaid vannak, amiben úgy tudod, hogy úgy veszed észre, hogy elzár a világ, és bezár a maga kis dobozába, és a bánatodba, a kilátástalanságba, emelje fel az Úr a te tekintetedet, és hogy tudjunk ránézni. Gyászban vannak mások is, köszöntöm szeretettel a Druzsin családot. A múlt héten kaptunk egy felkérést, Druzsin család gyászának társai lehettünk a család megkeresésére. Mi kísértük el utolsó útján Druzsin Józsefet, a hirtelen elhunyt, 51 évesen elhunyt édesapát, aki 7 gyermeket hagyott itt maga után, és hát Pál apostoltól tanuljuk, de önmagunktól is olyan könnyedén esik ez nekünk, hogy tudjunk ne csak örülni az örülőkkel, hanem tudjunk sírni a sírókkal. Ez is fontos emberi és testvéri küldetésünk és szolgálatunk. Nem volt nehéz dolgunk, Mónika, amikor megkerestél ezzel, hogy legyünk társaitok ebben ezen az úton. Szerdán volt ez a búcsú alkalmunk Imrehegyen. És hát, ahogy tapasztalom ilyenkor, hogy a veszteségekben úgy közelebb is kerülünk egymáshoz, ahogyan dolgoztam a nekrológon, a búcsúztató szövegen, akkor több olyan pont volt, amit úgy magam is hát megkönnyeztem, vagy úgy elérzékenyített engem az a történelem, ahogyan a ti családotokat látom, ezt a népes családot, sok olyan pontot, amiben az volt a benyomásom, és ezt mondtam is ott kint a temetőben, hogy amit Márta mondott Jézusnak, amikor megérkezett Lázár halála utáni napokban, hogy Uram, ha te lettél volna itt ebben a családban, akkor ez a története nem történt volna meg. Ha te itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem, mondja Márta, és ez olyan sokszor igaz az életünkben. Ha Jézus ott lenne egy bizonyos helyzetben, akkor nem úgy történne. Hogyha Jézus ott lenne, akkor nem mennél el abba az irányba olyan módon, akkor még időbe visszatérnél. Ha Jézus ott lett volna az életedben, és ebből látjátok, hogy nem a vallás kell igazán nekünk, nem a vallás oldja meg a problémáinkat, hanem a személyes kapcsolatunk Istennel és az ő igéjével, az nyújt nekünk kapaszkodót, az ad nekünk olyan fundamentumot a lábunk alá, amiből aztán jön az erő, és megújulnak a mindennapok, és új célokat kapunk, és új esélyt kapunk a mindennapokhoz, kapaszkodókat kapunk, és alapvetést, olyan stabil fundamentumot a lábunk alá, hogyha mozog az egész föld, de mégsem mozogsz vele együtt, hanem Jézus Krisztus szikla alapja mindörökké a tiéd, és mindörökké megállhatunk ezen. Kívánom a családnak, hogy az itt maradók felelősségével tudjatok élni, és tovább menni, és a tanulságok azok mindig azért vannak, hogy ezekkel a tanulságokkal együtt tudjunk tovább menni, és hogy itt vagytok, ti maradók, tudjatok Isten felé nézni, és döntéseket hozni. Istenem, én szeretnék neked szolgálni, hogy fix legyen az életemnek minden olyan pontja, amelyben kapaszkodóra szorulok, és amikor nehéz a helyzetem. Hogy egyáltalán az értékrend, amiben élhetünk Jézus Krisztusban, ez egy nagyon különös, fontos, értékes ajándék.
elhihetétek tőlem, hiszen elmúltam már 28, 48 is, és hogy ahogy végignézem az életpályát, van módom összehasonlítani sok mindenki mással. És nincs semmi dicsekedni valóm, de azt mondhatom mégis, hogy az Isten összekapcsoló csodájának érzem, élem meg azt, hogy a családom népes és együtt van, és hogy ott őt szolgálják, hogy a társadalomban lévő szétrázó erők, ha ki is próbálják a kapcsolatokat és a kapcsokat, de mégis egyben marad. Ezt csak is az Úrban tudjuk megtapasztalni, megélni. Ha néha valami mégis szétcsúszik, akkor ő a tőle jövő rendező erő, rendező alapérték, rendező elv segít újra összerendezni mindannyiunkat. Legyetek boldogok és hálásak, hogy ki vagytok, ki mentett benneteket az Isten a nagyvilágból, és hogy az ő gyermekei lehetünk. Ez nem azt jelenti, hogy ebbe az imaházba járunk, és az ezzel bezárul, hanem abban az azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk, hozzátartozunk. Kedves gyászolók, kedves vesztesek, Duzsin család, azt mondtam ma a temetőben többek között, hogy, és ezt ígértem ott az gyászoltunk koporsója mellett, hogy Józsi, megígérem neked, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a hátrahagyott gyermekeidet lehetőségünk minden eszközével segítsük, bátorítsuk, szeretetünkkel körbevegyük. Újra mondom, hogy az Úr nevében és szellemi, baráti, emberi érték és értelemben így gondolom itt az Isten népe előtt is, a gyülekezet előtt is, hogy ebben számíthattok ránk, keressetek bennünket, hogyha rászorultok a lelki támaszokra, azokra az a folyamatban vagy lévő, vagy folyamatosságot kívánó kapaszkodókra, amelyben együtt kereshetjük az Isten akaratát. Isten áldjon benneteket, és álljatok szorosan egymás mellett, hiszen ha eddig, akkor most még inkább szükség lesz majd egymásra. Gyermekeink Adarkuton töltöttek egy hetet az elmúlt táborozásban. Azt kértük Csillától, aki ennek a program és tábornak a munkatársa, hogy mára egy valamit mutassanak be ebből a kadarkúti programból. Úgy tudom, hogy díjat is elhoztuk, sőt az arany helyezettek lettünk, az aranyat is elhoztuk, és azóta se keresték. Úgyhogy Csilla, gyertek és... Köszönjük szépen a lehetőséget. Valóban szeretnénk kicsit beszámolni az elmúlt hét eseményeiről. Kettő sort kérek csak. Elsősorban köszönöm, hogy gondoltatok ránk, és imádkoztatok értünk a táborozókért. Ezt éreztük, mert minden nagyon jó rendben ment. És szeretnénk egy kicsit beszámolni nektek. Mint látjátok ezt a népes csapatot, 24-en voltunk Kecerről, a gyülekezetből, ebből 4-en felnőttek, és többi pedig gyerek, most sajnos nincs is mindenki itt. Ez a zászlónk, amivel készültünk, és egy kicsit szeretnénk beszámolni így minden napról. Elsősorban első nap a bemutatkozás történt. Mondtam a gyerekeknek, hogy fogom őket kérdezgetni, de nem tudják, hogy mit, úgyhogy majd nagyon spontánok leszünk. Mivel készültünk, mivel mutatkoztunk be, Zsolti? A táborindulóval. A keceliek mivel mutatkoztak ott a táborba? Bábozással, és meg még énekel. Igen. És ki gitározott? Én. Zsoltika gitározott egy éneket, és mi énekeltünk, és hát valószínű, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy valóban az első helyezettek lettünk. Azt tudni kell, hogy általában csak 3 helyezett van, tehát másokkal együtt lettünk első helyezettek, de nagyon örültünk ennek is, hogy,
hogy értékelték a munkánkat. Aztán mindenkit csoportokba osztottak. Te például milyen csoportba kerültél? A 10-es csodacsoport. Csodacsoport. A csoport neveket az elmúlt év tábor neveiből voltak megjelölve, tehát ami 30 éven keresztül voltak tábornevek. Jó, hogy érezted magad a csoportban? Jól éreztem magam. Ki volt a csoportvezető? Hanna és Edina. Hanna és Edina? Aha. Volt csatakiáltásotok is. Ki az, aki el tudja mondani a csatakiáltást? Bazi, te melyik csoportba kerültél? Én a 7-esben a felfedező. Igen, és nektek mi volt a csatakiáltásotok? Felfedezők vagyunk mi, jöttünk Isten dicsérni, sátortáborra a helyünk, a héten minden megnyerünk, felfedezők. Nagyon jó volt, köszönjük szépen. Aztán vasárnap volt egy jubileumi ünnepségünk, tudjátok, idén volt 30 éves a táborunk. Dávid, elmondanád, hogy mi történt vasárnap, hogy milyen, hogyan ünnepeltük meg, hogy a tábor 30 éves? Valaki eljött közénk, egy idősebb bácsi, emlékszel rá? Hát, nem nagyon. Nem nagyon? Majd nem baj, majd mindjárt visszatérek rád, majd fog segíteni nekünk, mondjuk Beni, ki volt ez a bácsi. Nemrég itt is járt Kecelen. Úgy hívják, hogy? Hát, én tudom. János bácsi. János bácsi, Makovai János bácsi, és mit beszélt nektek, hogy milyen volt a régi tábor? Te mire emlékszel, Fi? Hogyan aludtak a gyerekek? Hol aludtak? Faházakban aludtak? A kastélyban van két emeletes vaságyakon. Három emeletes vaságyakon. Három emeletes vaságyakon, és láthattunk ezekről ilyen visszatekintő képeket, ahogy ezeken a három, hát nem tudom, mertem volna fölmenni bármelyikre, úgyhogy három emeletes ágyakon aludtak. Aztán volt egy nagyon nagy fénypontja ennek az ünnepségnek, valamit behoztak, mi volt ez? Na, Dávidnak hát eszébe jutott, amiből mi is kaptunk. Egy tortát. Torta, egy hatalmas nagy torta. Képzeljétek, hogy közel 300-an voltunk a táborban, és egy 300 fős szeletes tortát kaptunk. Milyen íze volt? Csak is. Neked íz lett? Nem. Ó, hát miért nem adtad nekem? Nekem nagyon íz lett, én örültem volna neki. Aztán van egy ilyen programunk is, hogy ilyen kis zsibvásár, vagyis mi is a neve ennek, segítsetek. Bolhapiac. Ki az, aki árult a bolhapiacon? Lehet hozni otthonról. De hogy sikerült neked ez az árusítás? Jó, sikerült, igazán. Mennyit árultál? Hát, azt nem tudom. Nem, meg se bírtad számolni. Igen, ez is nagyon, nagyon érdekes program, hogy lehet venni is, meg árulni is. Délelőtt vannak a csoportfoglalkozások, amikor a kis csoportokba, korosztályuknak megfelelő csoportokba tanulják a tanításokat. Valaki erről egy aranymondást elmond nekünk. Zsófi, mi volt az első tanítás? Emlékszel rá? Az aranymondás az első. A tanításnak csak egy pár mondatban, hogy miről tanultunk. Segítek. Nem tudom. Gondviselés. A gondviselésre, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok, és az 1 Péter 5-7-ben volt, azt hiszem. Igen, és miről beszélgettetek ez alapján? Hát amikor Mózes kivezette a népet Egyiptomból. Igen. Gondoskodott rólunk, és ti is érzitek ezt a gondoskodást? Ugye megbeszéltétek a csoportokban, hogy lehetünk hálásak ezért. Voltak szabadidős programok, amikor különböző versenyekre lehetett jelentkezni. Én tudom, úgy tudom, hogy itt többen jelentkeztek. Például volt, mi is volt? Foci meccs. Hát ez sosem maradhat ki, a foci. Te is fociztál? Igen. Mi volt a csapat neve? Aegon. És hányadikak lettetek?
Harmadikak. Harmadikak, hát hiába, ha keceliek ott vannak, ott mindig jó dolog sül ki. Gratulálok. Első helyezett, na akkor sugjatok nekem, ki volt első helyezett? Hó, hát akkor ide kell jönnöm. Mi volt a csapatotok neve? All Star. Nem baj, ha nem értitek, én se értem, de ők tudják biztosan. És ti hányadikak lettetek? Elsők. Na, hát akkor igazán büszke vagyok rá, de ezt nem is hallottam. Aztán szerdán volt az evangelizációnk, ahol, amit kitartott, arra emlékeztek, milyen, igen, a sírós este, Robi bácsi, ugye, Óvári Robi bácsi, és miről beszélt nekünk? Emlékeztek, hogy mit hozott oda a színpad elé? Milyen tárgyat? Hajót. Igen, egy hajót, egy kis csónakot, és arról beszélt, hogy ugye be kell szállnunk ebbe a hajóba Jézussal együtt. Én tudom, hogy többen előre jöttetek azon az estén, jó volt veletek imádkozni, és nagyon örültem, hogy így is közel kerültünk egymáshoz, hogy elmondhattátok a kis gondotokat, bajotokat. Aztán volt csütörtökön egy izgalmas kirándulásunk, na még erre jövök, még Ricsit nem kérdeztem, mi is volt ez csütörtök délelőtt? Tessék. Csütörtök délelőtt, mi volt a kirándulás? Erdőben voltunk. Igen, és mi volt a neve ennek a kirándulásnak? Geotúra. És mi történt ez alatt? Mit kellett keresni? Ha ura, elmondasz nekünk erről valamit? Hát ilyen tejfölös dobozokat, és abban voltak utasítások. És nehéz volt, könnyű volt, vagy nehéz volt ezeket megtalálni? Könnyű volt. Van, jövőre nehezítünk akkor rajta. És az utolsó utasítás az úgy hangzott, hogy írjatok a kastély lakóinak, tudjátok, ott Kadarkúton működik egy szeretet otthon idősek részére, és úgy hangzott, hogy írjatok. Üdvözlő leveleket, igeverseket az öregeknek. Igen, tehát egy üzenetet írhattak a gyerekek, amit utána lelamináltunk, és átadtunk az időseknek búcsójándékként, és hát nekem volt lehetőségem ezekbe beleolvasni, és hát nagyon, nagyon édesek voltak. Egyik például, hogy legyen boldog örök életed, és hasonló ilyen nagyon szívből jövő jó kívánságok voltak, biztos fognak örülni. Hát volt egy nagyon nehéz programunk, még utoljára ezt befejezésül meg elmondom. Ez pedig az esti lefekvés volt. Ezt borzasztó nehezen tudtuk mindig betartani, mert ugye minden kérdés eszünkbe jutott, ilyen világrengető és világmegváltó kérdés. Milyen volt este a hangulat? Nos, kit kérdezzek, Beni? Hát, jó hangos. Jó hangulat volt, hát nem volt ilyen, hogy mondjam, ilyen csend, túlzottan nem voltunk csendesek, de aztán sikerült mindenkinek lefeküdni. Lányszobában milyen volt a hangulat, Zsófi? Jó, csendes. Jó, csendes, igen. Erről talán a segítőket lehetne kérdezni. Reggel viszont valaki nagyon korán fölkelt, én például 6:30 mentem, illetve készültem a harmatáhítatra, és hallom, hogy fiúszobában mocorgás van. De minek kelnek föl ilyen korán, még lesz esetben én is aludnék, és hát hallom, hogy mondja egyik fiú másiknak, hogy és egyébként te mivel szoktad bosszantani a macskát? Azt így reggel, így 7 órakor, tehát mindig voltak fontos kérdések. Nos, azért komolyra fordítva a szót, hoztunk nektek indulót, van zászlónk, és indulót is el szeretnénk énekelni, ez a tábor indulónk volt, és reméljük, hogy kapunk hozzá kivetítést is. Ja, és amit a nyakunkban láttok, kit is fordítsak meg, hogy lássa mindenki, téged Filip. Ezt mikor kaptátok? Dávid, elmondod? Hát, csütörtökön. Igen, és miért kaptátok? Ez volt a
Búcsú ajándék. A búcsú ajándék a táborról. Láthatok, milyen jó helyen járunk, még búcsú ajándékot is kapunk. Sátoros ünnepi tábor, Kadarkút 2017, ez van rajta. Fogadjátok szeretettel az indulót. A tábor áll. A tábor vár, a tábor vár, ahogy 30 éve minden nyáron már. Hálás szívünk, hálás szívünk, ünnepelünk, ünnepelünk, mennyi jót adott itt nekünk Istenünk. Mert minden gyermek tudja, hogy várja őt Jézus fent. Ha sátán csalna minket, mi azt mondjuk, hogy nem. Figyelnünk kell az útra, hogy ne térjünk le róla. Imában megyünk Istenhez. A Biblia, a Biblia, sok új barát, sok új barát. Ettől lesz oly csodás ez a nyár. A fák alatt, a fák alatt, minden gyerek, minden gyerek. Jó hírre lát tőled, Istenem. Mert minden gyermek tudja, hogy várja őt Jézus fent. Ha sátán csalna minket, mi azt mondjuk, hogy nem. Figyelni kell az útra, hogy ne térjünk le róla. Imában megyünk Istenhez. Csilla, köszönjük szépen! Nagyon részletesen mutattatok be nekünk dolgokat erről a táborról, gyermektáborról. Köszönjük szépen a segítőknek, akik ott voltatok, Zsófi, Magdika, Erzsó, nagyszerű. Köszönjük szépen, hogy vállaltátok. Az nem kirándulás, üdülés, hanem munka és íz a javából. Ha jól tudom, volt még más kecelés ott, Bence. Bencéné, úgy tudom, hogy ő is ott volt, a Marika, ugye? Úgy tudod, te is? Jó, hát többen képviseltétek kecel.